Na, azt nézzétek meg, gyerekek! Kicsit húzzam itt fel a szablakot. Rakják a nagy, nagy tíres kocsit, múlcsó. Ez egy olyan érdekes szerkezet, ez a nagy térkocsi, mert olyan a padlója úgy van megcsinálva, hogy darabokból van összerakva. Hát ilyen alumínium lemez darabokból van összerakva, és így mennek egyik lemez erre felé, másik lemez arra felé. Hát nem lemez, hanem na, nem tudom minek hívjam. Most nem tudom megmutatni, mert már meg van rakva, de egyik üritene meg tudnám mutatni. Akkor úgy üríti, hogy ezek a padló részek, ilyen, mit tudom, 4-5 centi széles egy ilyen padló szelet, és akkor ellentétes irányba mozognak. Ugye előbb menjen hátrafelé, és akkor menjen eléfelé, és a múlcsot így végül is kihozza a raktérből, és így kitaszítsa. Úgyhogy ja, úgy menjen, úgy üríti le a múlcsot, ugye, hogy nem felemeli lábaszkulája, hanem walking floornak hívják itt, azt hiszem, ilyen járkáló padlónak, mozgó padlónak. Érdekes, egyszer láttam Dávidnál, amikor üritették le, hogy hogy működik. Közben kicsit lehet macerás, mert van, amikor ugye beszorul a múlcsod a padló köz is, mit tudom én, megakad. Na de, tehát egy ilyen kell nekem is, kell egy traktor, ugye egy olyan húzató, és kell egy ilyen utánfutó, tehát egy ilyen szerelvény, tehát egy utánfutót mennyi lehet? Gondolom úgy 20 000 dollár plusz egy traktor, még egy 10 000, tehát lehet van olcsóbb, és nem tudom. Na, múlcshegyek. Ott a hátsók azok már bomolnak le, az már mindjárt föld lesz, topsoil. Te rakodó egy kicsit le van robbanva. Samsung SL182. De ez ment a minap, hogy lát több van nekik ebből. Na, úgy látszik, hogy kész van ezzel. Pohé? All right. A 2320-as D. Fajn eszkavátor masina. Menjünk, rakjanak meg, mint szódás a lovat. Azt mondja, akkor ma tolassuk oda. Nem is látok semmit. Hey, good? Close? All right. Azt mondja, húzzak közelebb, ja, mert messze van.
Már rakja és nem várta meg, míg kiszállok. Na, ezt hány lapáttal szokott tenni? 3 vagy 4-je? Meglássuk mindjárt. Vagány, mióta fent a nagy masinával. És már itt. Jobb szeretem, mikor a tetejéről raknak, s nem az oljáról, az olyan sok a ízi a műanyag, s a szemét. Ügyesen raksz, hely, szeretem. Ezzel a legkönnyebb rakni, ugye, mert kicsike a lapátyos. Tehát mennyi volt idáig? 3 kupát tett belé, ez a negyedik. Még egyet rejöttet, és azzal azt hiszem elég lesz 5 kupa. Ugye nem olyan nagy kupakot vett, de főleg az utolsó ez egy kicsit kisebb. Még egyet rejöttes, az elég lesz oda az eleje közepe felé. Thank you, sir! Na, tehát hány kupa volt ez? 6? Közben már cseng a telefon. 9 óra, Bernard. Ezért húzom fel az ablakokat, lassat, mert bejön a pórja. Most pont jól rossz volt az időzítés, bán kellett volna maradjak, míg az első kupát rejöteszi. Na de mindegy, a szél majd kiviszi menet közben. Akkor ez 3 yardos, 6x3, 18, nem az. Nem tudom, no, mindegy, az a lényeg, hogy meg van rakva. Írjak Bernardnak, hogy késik egy kicsit. Running a bit. Late. About 30 minutes. Hogy tudja, hogy még egy fél óra, amíg odaérek. Most már ki lehet nyitani az összes abrakot. Na, gyorsan dobjuk fel a ponyvát, cseresszük. All in hauling. Há, milyen hangzatos név. Ah, most könnyebben tekerődik ez le. Mi lett vele? Fent kell a gereble. Nem kell, de ide teszem azért, hogyha kell, tudjam elvenni. Na, a két kötő, zöld kötő.
Ezt már ismeritek az eljárást. Nem is bánom, hogyha kicsit kihajlik az ajt, ugye, hogyha nem lesz tőle semmi baja vissza, és idáig nem hajlott el annyi, tehát enged rugalmas. Úgyhogy ez nekem így jó van. Mégis több fér belé, ha pántot tennék bit. Ever is mindegy, no, meglássuk majd. Ha látom, hogy az ajtó kezd szarakodni, egy kicsit eldeformálódni, akkor majd teszünk rá a pántot. Amúgy jó, az ötlet az jó. Na, hol vagy? Oké. És ennyi. Ja, szeretem, mikor ezzel raknak a gépemet. Jól el tudják helyezni, nem lóg sok ki az oldalán. Na! Csiptessük ezt le. Kicsit megspanoljuk. Vagy előbb spanoljuk meg. Oké. Okay. Jó, most már nem is szállok ki az autóból. Nem is megyek be, a csajocska már ismer, csak kinéz az ablakon, és inteknek is, ő is int. És tudják már, hogy én vagyok a nagy banános Joe, a góri, aki el fogja hordani minden múlcsikot. Oké. Okay. És ennyi, lássátok-e? Menj ez mind a karika izélés. Karika, mit mondják, csapás. Nyissam ki a túlsó ablakot is, mert... Most már meleágban. Mit szorulsz, na? Rozsda fazék. Ja, az ajtók egy kicsit rozsdások. Ott, ahol bent beesett az eső. Az ablakhoz. Kettősből úgy indul, mintha üres lenne. És addig kell kettős, míg megmozdulsz, aztán már mehet neki a hármas. Na, az ablakon jönnek be a cuccok. Bernard visszaírte. Írte vissza. Oké, see you in 30. Jó van. Készpénz a zsebbe. Azt mondta, haza is szállítsa nekem, van egy kicsi utánfutója. De végül is az utánfutót utána tudnánk ennek akasztani, hogy ha ad egy izét. Egy vontató horgot, bogot.
és akkor nem kell ő is jöjjön, és jövök vissza még egy kuvar múlcsét, és akkor visszaviszem neki az utánfutót. Hát lát, csak délután jövök, mert jönnek a Century Link, jön ki, hogy nézze meg az internetemet D körül. Még nem hívtak. Múltkor azt mondták, 11-kor hívnak, 11-kor felhívtak, hogy autón vannak, de végül mikor értek ide? Fél egy órakor? Úgyhogy szerintem most is úgy lesz, hogy felhívnak fél 12-kor, hogy jönnek, úton vannak. Na, de meglássuk. Így lát, még megálltak egy fuvart, végülis az ajtót nyitva hagytam, mehetnek, ott van minden. Én nem kellek oda. De szeretek ott lenni, hogy a szememet rajtig tartsam, és egyem az agyikot. Na most érdekes, 3-as vagy 4-esben van, s nem kapcsolt fel OD-ba. Itt nem bánok. Na, mit láttak így, hogyha a fejemén van a kamera? Joe vagy nem Joe? Ott egész sziút helyemet megbüntetnek, ha nem. Oké. Snoozot úgy hagyom az ébresztőt, ha ne talán elfelejtem, mert közben van olyan, hogy menjek valahova, se még valóban be kéne nézek, de elfelejtem, hogy megyek hazafelé, és megkínálják valahol, de csapom haza, elfeledkezek róla, hozzák a gajakot. Ugye főleg a kamerahoz is beszélek, áterelitek a figyelmemet. Na, le kell vegyem, mert izzadok, mert nem van tőle. Ó, ideg, úgy megyek, mint a fétégla közben, esküszöm. Jövet itt jöttem, betértem a benzinkutnál. Jó, tesz. De a menet itt megyek, mert a lámpán a... Tehát, hogyha ott jössz be, ugye van itt az automosós, a se benzinkút, nyilván be lehet térni balra, nincs lámpa, ha itt jössz, meg kell vannod a lámpát. De a menet nem jót menni, mert nem lehet egyből balra térni, vissza kell... Jobbra kell térni, és azt visszaserülni. Na, mindegy. Ó, te airplane módba vagy? Hú, sötét a képernyő. Piszkálod a telefon menet közben, ah.
van, még kell gondolkozzak, úgyhogy most nem tudok fémezni. Majd mikor odaérek Bernalfhoz, bekapcsolom a kamera. Napa.